Jó napot kívánok, kedves nézők! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket Debrecenből, ahol az Alba Fehérfár fog vendég szerepelni, és éppen a fehérváriak bemutatása zajlik, és nagyon sok minden felvetődött itt a megelőző beszélgetés során, a csapatjátékról, a védekezésről, a beállós játék fontosságáról, és sok minden másról. De azt gondolom, hogy mint minden ilyen sport, hiába csapatsportról beszélünk, azért az egyéni teljesítménynek óriási szerepe van, és nagyon nagy kérdés, hogy a képen látható, hogy az éppen bevonuló Alba Fehérvár közül, a játékosai közül, például az idegen légiósok, mert hogy van két szerb, egy macedón, egy francia, egy brazil és egy japán idegen légiós is, hogy vajon náluk, hogy ez hogyan fog majd kinézni. Ami pedig a hazaiakat illeti, természetesen itt is ugye Jezsikává, Varsányi Nóra, Kelemen Éva, Siskapálma, Pulko Gárbusz, vagy éppen a sérüléséből visszatérő Klikovács egyéni teljesítménye is nagyon fontos lehet majd, hiszen ahogy mondták, Debrecenben megviselte a lelkeket az európai kupabúcsú és a legutóbbi mosonszolnoki vereség a bajnokságban. Deli Rita csapata a képen, ugye itt is Tóth Bálint kollégám kiemelte a sérülteket, akik nem állhattak a rendelkezésére Deli Ritának, például Mayer Sabina. Meglátjuk, hogy mire fognak menni. Egyébként egy hihetetlenül jó csapatról beszélünk. Sokkal jobbak ők játékban, mint amit jelen pillanatban a bajnokságban elfoglalt helyezésük és a mérlegük mutatja. Hargitai Gábor és Markó Gábor lesz ennek a találkozónak a két játékvezetője. Mert hogy a Fehérvár egy győzelemmel és négy vereséggel állt a hétvégi fordulót megelőzően, és pont azt a Mosonia csapatot verték meg, amelyik a Debrecent is megverte, tehát egy kis körbeverésnek lehetünk itt szemtanúi. Minden esetre a debreceniek azt mondták, hogy a Moson-Magyaróvártól elszenvedett mindössze egyetlen egy gólos vereség, az nem jött jókor, és így Isten igazából nem számítottak rá, viszont a Fehérvár megverte a Moson-Magyaróvárt. Úgyhogy érdekes lesz mindenképpen ez a találkozó. De a Debrecen nagyon maga biztosan kezdte a szezont egy hazai sikerrel a Békés Csaba ellen, aztán a Budaörsöt is megverték, aztán jött az első vereség a Győri Etótól, utána az Eliosz Kispestet verték meg, aztán az Érdel játszottak egy 22-22-es döntetlent, ami már figyelemre méltó volt, és ezután csúszott be ez a bizonyos 25-24-es Moson-Magyaróvári vereség. Ami pedig a Fehérvárt illeti, hogy a szerdai, tehát a mai debreceni bajnok után hazautaznak, csütörtökön, pénteken van egy kis edzés, és aztán kora délután elmennek Nagy Mihályra, közel 400 kilométerre fekvő szlovákiai településen játszik vasárnap EHF kupa mérkőzést a fehérvári csapat, tehát nekik arra való ráhangolódásra is nagyon jó lesz ez a mérkőzés. A debreceni szurkolók, a szívtiprók a helyükön, ugye az idei utolsó debreceni mérkőzés lesz egészen biztosan remek hangulatban majd. Azt mondták egyébként a debreceniek, hogy hazai pályán, utoljára 2016-ban hazai környezetben nem lehet más elfogadható eredmény, csak és kizárólag a győzelem. Klikovács a képen, akinek volt egy válsérülése, kérdés, hogy mennyit fog majd játszani, és ha játszik, hogyan bírja majd. Minden esetre, hogyha jól játszik, akkor nyilván nagy erőssége lehet majd ennek a csapatnak. Ott van Punkó, ott van Gárbúz, akik szintén a házi góllövő listán előkelő 5.-6. helyen vannak 16, illetve 15 góllal. És a fogadalomtétel mind a két oldalon megvolt. A debreceni szurkolótábor tehát rákezdett, ahogy azt már megszokhattuk. Ezt mondták a fehérváriak is, amikor a mérkőzés megelőzően nyilatkoztak, hogy azért Debrecenben egyetlen egy csapatnak sincsen könnyű dolga, mert azt a fajta hangulatot, amit a debreceni szurkolótábor tud varázsolni, azt nagyon kevesen tudják utánozni. Bár egyébként pont tegnap a Dunaújvárosban voltam, hát ott sem volt rossz a hangulat, köszönhető annak a körülbelül 100-150 győrinek, és természetesen a dunaújvárosi szurkolóknak is, úgyhogy mindenképpen egy jó hangulatú mérkőzés lesz. Despotovicsék már ott a pályán, a debreceniek itt pedig, jelen a Lavkót láthatjuk, az egyik szerb játékosát, az Alba Fehérvárnak, ugye Claudin Mendy francia idegen légiós, Gyordievská macedón, Isitate japán, ugye van még egyszer Bandelier személyében, és az ötössel játszó brazil Piedade. És ne feledkezzünk meg a magyarokról sem, Pelcéder Orsolya például itt a bal oldalon, majd a bal szélen fog játszani, és egy kezdődobás,
egy debreceni sportiskolás ifjú hölgy, Fekete Zsófia, ha minden stimmel, ő végzi el a kezdődobást, szülinapjára kapta, Isten éltesse sokáig, reméljük, hogy jó néhány év múlva majd találkozunk vele is első osztályú mérkőzésen. Az első támadás joga tehát a Fehérváré, Pelcéder van bent, Mendy, lepacsiznak természetesen egymással a játékosok, és aztán Tillinger Tamara már is mutatja, hogy melyik figurát szeretné majd látni támadásban. Lavko a jobb átlövő, Mendy a bal átlövő, most a fehérváriaknál, és most indul az első keresztmozgás. Mendy egészen le a szélig került a labda, Hajduk. Egy átlövés, amelyet nagyon szépen védett Lajtos Nóra. Bunkó. Kilépnek jobban a fehérváriak a védekezést, és most megnyugszik mindenki. Mindenki elfoglalja maga pozícióját a debrecenieknél, és láthatjuk, hogy azért ez egy nyitottabb védekezés, nem pedig a klasszikus hatos fal. Garbusz forgatja egyébként őket, mármint a debrecenieket. Bunkó majdnem eladta a labdát. Így lehetőség nyílik Varsányi előtt, de kénytelen visszafelé passzolni, és egy átlövés gól, megvan a debreceniek első találata, a szerzője pedig Maria Garbusz. Úgy félig meddig talpról futtából lőtte át a védekezést. Érkezik támadásban Tillinger, továbbra is ő irányít. Mendy. Nagyon bátran megy be a falba, és természetesen kap egy szabad dobást. És fönn is marad irányító poszton, most Tillinger húzódott át erre az oldalra. Pelcéder átfutott a másik oldalra, Tillinger, ott a lejátszás. Lavko gól helyzetben, és be is dobja. Megvan tehát a fehérváriak egyenlítő találata. Lemaradtak róla. Varsánya jobb szélen, Bunkó a jobb átlövő, Garbusz irányít. Ezúttal Sirján Alexa beálló a debrecenieknél, most kapja éppen a labdát. Jezsikava kénytelen volt lepasszolni a labdát. Sirián megmutatta neki a játékvezető, hogy honnan kell egészen pontosan elvégezni a szabaddobást. Jezsikava a legeredményesebb játékosa a Debrecennek. És egy betörés, amit nagyon szépen védett Herror Solya. Deli Rita pedig mutatja a kispad előtt, hogy siessenek, hogy hátra tudnak egy gyors indítást rendezett védelem ellen, vagy rendezetlen védelem ellen, és ha más nem, akkor szélről igen, Hajdús Csenge a gólszerző. Az első próbálkozása is mindjárt az első gól, nagyon jó ütemű labdát kapott, szépen kitartott a levegőben, vezet tehát a Fehérvár. Garbusz. Sirián most mozgott a labda felé, és ezzel elvitte keresztbe az embert. Varsányi a rövid sarokra húzza vissza. Varsányi Nóra a csapat második legeredményesebb játékosa volt eddig a bajnokságban a házi góllövő listán. Az ő játéka is nagyon fontos. Közben elveszíti a labdát az Alba Fehérvár. Despotovics be tudja még tenni. Lerántják, és egy 2 perces kiállítás Pelcéder Orsolyának. Emberhátrányba került tehát az Alba Fehérvár. Itt fogja majd meg a derekánál fogva Pelcéder, és rántja le 2 kézzel a debreceni játékost. Ember hátrányban tehát az Alba Fehérvár. Garbusz. Kelementő jön vissza a labda. Bunkó. Varsányi. Garbusz megint. Most indulnak be a keresztmozgások, a figura, és van üres ember. Egy nagyon szép játék volt. Ami igaz, az igaz. Garbusz a befejező ember, immár 2 találatnál jár. Ez egy tökéletesen véghez vitt és kivitelezett támadás volt.
elemzésre méltó, majdnem mondanám. És Kelemen Éva volt a közeli képen. Érkezik támadásban Kaza Janita, és ugye lehozták a kapusokat a fehérváriak, tehát üres a kapu, azért, hogy megfelelő létszámban legyenek, vagy egyenlő létszámban támadásban. Tillinger. Szép bejátszás, és ember hátrányból majdnem gól, először is lesz belőle egy 7 méteres, és egy sárgalapos figyelmeztetés is. Ez is egy kifejezetten szép figura volt. És megvolt az üres ember. A büntetőt pedig Jelena Lavko fogja majd lőni. És be is lövi. És ezzel ugyanúgy, mint Garbuz, ő is 2 gólos. Punko. Garbuz. Punko megint, Varsányi. Továbbra is kikilépnek a falból, ezúttal Vandelier például a fehérváriaknál, ez viszont egy nagyon szép átlövésgól Anna Punko. Egy egyszerű keresztmozgás, és a fal fölött megvan az átlövésgól. Még 16 másodpercig ember hátrányban a fehérváriak, aki könnyen lehet, hogy a második góljukat lövik. Ember hátrányból nem így történt. A kapufa a debrecenieknek segített, közben persze Herrorsolya visszament a kapuba, és pár másodpercen belül ki is egészülhetnek, és jön is majd vissza Pelcéder Orsolya, aki már a pályán. Itt settenkedett vissza a jobb szélen. Anton Tisjei az egyik, illetve Deli Rita a másik oldalon. Szabad dobás, egy kis törlés a pályán. És már is folytatódhat a játék. Garbuz, Ježikava. Punko le a szélre, Varsányinak a háta mögé jött a labda, igazából nem ért el. Punko gyorsan leül védekezésben, Despotovic jön be a helyére. Vandelier. Kap egy szabad dobást a szerb játékos, aki aztán gyorsan le is megy. Azért, hogy jöhessen helyére támadásban Tillinger Tamara. Mendy. Tillinger. Piedá, de most a beálló a fehérváriaknál. Lavko tovább. Lavko rádobta a lábára a labdát, és majdnem eladják. Varsányi. Létszámfölényben vannak, igen, ott a szélen az üres ember, és egy óriási Herr védés, ott a kipattanó Varsányi kezét megfogják, Kelemen Éva lövését fogt egyébként Herr. Nagyon szép volt Varsányi keresztlabdája, illet volna belőni abból a szögből. De hát Herr olyan nem könnyű kifogni. Az is nagyon fontos lehet egy ilyen kiélezett kikimérkőzésen, hogy melyik kapus milyen teljesítményre képes, milyen napot fog ki, akár ez is dönthet. Punko. Szép a lefordulás. Varsányi megint visszahúzza a rövidre, és megint csak bent van. Közben Pelcéder gyorsított föl középen. Itt van még egyszer Varsányi belépője, és hozzáért még a talpával Herr Orsolya, de védeni már nem tudott. Szabad dobás közben, amíg mi a lassítást néztük, nem maradtunk le semmiről. Tillinger. Mendy. Elmegy a szél felé. Meglökték még a dobást megelőzően. Varsányi Nóra volt az. Mendy. Jön vissza Lavkótól a labda, egyelőre járatják fönt a fehérváriak. Mendy. Újabb szabad, és lesz belőle egy sárgalapos figyelmeztetés is, aki kapja, Sirián Alexa. Két gólos hazai vezetés, Fehérvárnak kéne a találat, de belemegy a blokkba, és jöhet megint a gyorsindítás. És van belőle gól, már eléggé dadogott Sirián Alexa kezében a labda. Egy sárga lap pedig a földön hever itt a félpályánál. A játékvezető most vette észre, hogy kiesett a zsuti karton. Ez egy nagyon szép gól volt. Tillinger.
Lavko. Mendy viszi rá a falra. Tillinger. Szép gól. Ezzel Tillinger Tamarának is megvan az első találata. Ez fontos gól volt a fehérváriaknak, ugye 3 gólos hátrányban voltak. Ha ez kimarad, és esetleg most a Debrecen dob, akkor már 4 a különbség. Így azonban 2-re föl tudtak jönni a vendégek. Garbuz, Ježikava, Kelemen, Punko, még egyel tovább, Varsányi, és ezúttal is Védher. Na nézzük a túloldalon, azt már nem tudja megfogni, ahogy Kelemen Éva duplázott. Ugye ezek bosszantó védekezésbeli hibák, hogy egy kapusról kijövő labda kvázi a védő lepattanó, hogy kosárlabdából hozott szakszót mondjak, hogy az kié lesz, hát most nem volt szerencséje az Albának. Mendy, Tillinger, Lavko a szokásos úton jár a labda. Varsányi keményen fogta meg Mendyt, kap is érte egy sárga lapot. Varsányi Nóra is besárgul tehát. Gyakorlatilag végig kísérte Mendyt métereken keresztül. Pelcéder elfut keresztbe a szélről. Tillinger, Lavko. Ezúttal Hajdús Csenge nem tudott belépni. Tillinger szépen tisztára játszotta magát. 7 méteres. Mégpedig belülvédekezésért ítéli a játékvezető. Itt az újabb lehetősége a Fehérvárnak, hogy följöjjön. Lavko dobott már egy hetest. Most ismét az ő kezében a labda. És ezúttal is túljár Lajtos eszén. Ezzel Lavko már 3 gólos. Ő a mezőny legeredményesebb játékosa. Kelemen és Garbuz beszélnek meg valamit, illetve Ježikava és Garbuz beszélnek meg valamit, itt közben Delirita a fehérvári kispad előtt. Punko, Ježikava. Kelemen elindul a lapvonal felé, és kap egy 7 méteres. Ezúttal Hajdús Csenge volt szabálytalan, aki 2 percre ki is megy. Megint ember hátrányba került tehát a Fehérvár, amellett, hogy dob egy 7 méterest majd Siska. Tehát 3 gól lehet a különbség, plusz az emberelőny debreceni szempontból, és érkezik a kapuba Sipeki Flóra, aki megpróbálja kivédeni a hetest Herrorsolya helyett. Bedobja Siska. Siska Pálma a negyedik legeredményesebb játékos egyébként a Debrecennek a bajnokságban. Nem volt esélye Sipekinek. Ember hátrányban támadt el a Fehérvár, és ezúttal nem hozzák le Herrorsolyát. Tehát 5-en támadnak. Így nagy bravúr lenne egyáltalán gól dobni. Mendy. Egy egyszerű szabaddobás. Varsányi fogta őt meg. Lavko, Tillinger, passzív, fönn van a játékvezetők keze. Pelcéder beviszi és be is dobja ember hátrányból. Nagyon szépen csinálta Pelcéder Orsolya. Már úgy tűnt, hogy kifullad a támadás, félig elesve, ledöntve egy embert, de csak befejezi. Úgyhogy ember hátrányból dobott a Fehérvár gólt. És ez nagy fegyvertény. Még mindig van majdnem 1 perc a kiállításból. Siriám, Ježikava szaggatottról. Le a szélre, Kelemen. Ú, de szépen csinálta! Hihetetlen, hogy milyen dinamikusan tudta megnyújtani a lépteit befelé, és ezzel szerzett tempóelőnyt magának majd itt, ennél. Csodaszép gól, és egy nagyon szép egyéni teljesítmény. Ezúttal lejön Herrorsolya, tehát üres a Fehérvár kapuja, de hát 15 másodpercig vannak már csak ember hátrányban. Mendy. Tillinger. Nagyon szép! És beleütnek még Lavko kezébe, kap egy szabad dobást. Gyönyörűen csinálják ezeket az üres területre való befutásokat a fehérváriak, itt pedig a debreceni szurkolótábor.
kapust cserél, Deli Rita és Sipeki Flóra jön be most a kapuba, aki az imént a hetesnél ott volt. Közben egy újabb gól. Tillinger megint. Pont a csípője mellett ment el Lajtosnak ez a lövés. Punko. Ježikava. Sirián most a beállós. Punko. Megint a nyitott védekezés. Nagyon messze vannak egyelőre a kaputól a debreceniek. Ježikava, Kelemen. Szabad dobás. Garbuz. Ježikava, Kelemen. Ježikava megint, viszi közelebb, egy szép védés lábbal Sipekitől, megy a gyors indítás a másik oldalon, Pelcéder, és megfogja a lövést Lajtos. Pedig ez most a Fehérvárnak fontos lett volna, így viszont, hogy a debreceni kapus bravúra védett, marad a 9-7. Ott a bejátszás, Varsányi, 7 méteres. Megint csak belülvédekezésért, hiába mutatják a fehérváriak, hogy szerintük nem volt az, de igen. Mégpedig Piedade volt szabálytalan. Jön tehát az újabb debreceni 7 méteres. Csiska, és megfogja Sipeki. Marad a két gólos különbség. Hát van kapus bravúr mind a két oldalon. Tillinger. Nem volt jó a bejátszás Mendinek, és nincs miért kapkodnia most a Debrecennek. Despotovic. Despotovic. Varsányi. Újabb gól, de rálépett a vonalra, úgyhogy nem érvényes. Marad a 9-7. Mendi. Nagyon veszélyes volt, fölugrott, és a játékos társa Lávkó pont oda gurult be a lába alá, eléggé balesetveszélyes, sérülésveszélyes helyzet volt. Láttunk egy szép védést, azt, hogy Mendi lemegy, de itt van, ahogy pont beesik alá. Sikerült átugrani a Mendinek. Maradhat a labda az Alba Fehérvárnál. Ott még egyszer az iménti védése Sipekinek, és a másik oldalon Lajtosnak. Tillinger. Kellemetlen lövés volt, így, hogy lepattant pont Lajtos előtt. Szépen visszakapaszkodott a Fehérvár egy gólra. Lejön a debreceni kapus Lajtos, és jön egy mezőnyjátékos Siska helyére. Tehát ha esetleg van egy megszerzett labda, akkor üres most a debreceni kapu. Garbuz. Punko, Garbuz megint, Ježikavát teljesen lefogják, Klikovács is bent, Punko, és elveszíti a labdát a Debrecen, persze nem adja vissza Siska, és azonnal kapja a 2 percet, mert nem tette el a labdát, persze, hogy nem tette le, mert tudta, hogy üres a kapu, így viszont 2 ember hátrányba kerül a Debrecen. Mert hogy könnyű gólt tudott volna dobni a Fehérvár. Teljesen jogos a játékvezető döntése. Tehát 2 ember hátrány, 1 perc, 10 másodpercig. Kint van Siska, és kint van Ježikava. És akkor nézzük Lavko 7 méteresét. Ezúttal nincsen bent. Hát nagyon jókor fogta meg Lajtos Nóra, maradjunk annyiban. És 1 perc van még Ježikava kiállításából, és ugye most kezdődött el Siskáé. Hát azért ez egy komoly fordulópont lehetett volna, hogyha sikerül a Fehérvárnak egyenlítenie. Közben Klikovács leül, és érkezik Punko. Tehát mindössze 4 mezőnyjátékos bent a Debrecennél. Ha 2 ember hátrányból tudnának gól dobni, az nagyon nagy dolog lenne. Despotovic. Kelemen. A lábára kapja Despotovic, de már Kelemennel szemben szabálytalankodtak, ezt fújja, ezt mutatja a játékvezető.
Még 20 másodpercet kell valahogy kihúzni, és legalább egy játékos visszajöhet a Debrecenből. Varsányi. Kelemen. Elvette a játékvezető. Ott a gyorsindítás, és be is dobja Piedade. A brazilnak az első gólja. És ezzel egyenlít a Fehérvár a 19. perc elején. Egy kiállított játékos visszajöhet a Debrecennél. De még mindig majdnem 40 másodpercet kell emberhátrányban játszaniuk. Kelemen Despotovic. Jezsikavával helyet cserélnek. Punkó. Mendy fogta őt meg. Deli Ritának nagyon tetszett a védekezés. Külön meg is tapsolta Mendy. Tényleg jó volt. Varsányi, Punkó. Egy sárgalapos figyelmeztetés Mendinek, aki próbál meggyőzni a bírót, hogy ez nem volt semmi, ez azért attól messze volt. Jön Klikovács közben, kiegészül a Debrecen, éppen Klikovácsnál a labda, és megy be a helyére a falba. És kapja a labdát, Klikovács gól! Így kell ezt csinálni, Bobana Klikovács! Nagyon szépen mozgott el keresztbe, tisztán kapta meg a labdát, és be is fejezte. Tillinger. A hármast fogják játszani, mutatja Tillinger, Bandelier. Kazai elmegy, Tillinger. Most, ha úgy tetszik, egy másik sor van benn, Gyorgyevszka. A macedón idegen légiós lőtte el a labdát. Lavko pedig lent van a szélen. Tillinger, Vandelier. Kazai. Szép! Kazai gól helyzetben be is dobja. Az első gólja Kazai Janitának. Nagyon szép játék után megint. Hát, hogyha szép figurákat és szép passzokat akarunk majd elemezni a szünetben, van bőven miből választani. 10-10. És 10 perc van hátra az első félidőből. Minden 10. Jezsikava lövését kitenyerelte oldalra Sipeki. Itt a lehetőség a Fehérvárnak átvenni a vezetést. Mendy. Le a szélre. Kazai megint. Be is dobja. Két gyors gól a bal szélről. Át is veszi a vezetést a Fehérvár. Most hullámvölgyben a Debrecen. Lehetán időt kéne kérni. Ne felejtsük el, hogy két gólos előnye volt a Debrecennek. És most az elmúlt 5-6 percben fordította meg így a Fehérvár. Jó, hogy köztem volt egy kettős ember előnyük is. De ettől még ez igaz. Klikovács. Despotovic. Fölé dobja Klikovács, pedig a nehezén túl volt, már ott volt a kapussal szemben. Mendy. Szabad dobás. Ott az a kis időkérő tábla, betűrve Anton Tiszei nadrágjába hátul a derekánál, ha kell, akkor azonnal elő tudja onnan rántani, mint egy jó western hős. Tillinger, Bandelier, Gyorgyevszka. Gyorgyevszka még, Tillinger. Újabb szabadobás. Megmutatja a bíró, hogy pontosan honnan kell elvégezni. Vandelier, Tillinger, Gyorgyevszkától jön az átlövés. Nagyon szép volt, Lavkóval játszottak össze. Ezzel Lavkó immár 4 gólos, és vezet a Fehérvár. 12-10-re még pedig. Elég régóta nem dobott gólt a Debrecen, de az elmúlt 5-6 percet nézzük, akkor még rosszabb a kép. Punkó. 2 perces kiállítás. Arcraütésért Gyorgyevszka kapja, és jön az újabb 7 méteres. Mármint debreceni oldalon természetesen. Gyorgyevszka pedig kiállítja a játékvezető. Igen. Jön
A büntetőre az a Csáki Viktória, aki nyáron tért vissza Debrecenbe, és a felkészülés idején még érezte a talpműtétje utóhatásait, most már teljesen egészséges, és egyre többször dobhatnak vele büntetőt. Azt mondta, hogy nagyon jól esett neki, hogy az edző rábízta a 7 méteresek lövését, azt mondta, kicsit meglepetés is volt, és furcsa érzés, hogy ott áll egyedül, és mindenki őt nézi, hozzá kell ehhez is szokni, de örül annak, hogy ő lőheti a 7 méterest. Hát most belőtte. Vandelier, Mendy, Tillinger. Egy perc, 20 másodpercig ember hátrány van még a Fehérvár, üres a kapu, beosztak plusz egy mezőnyjátékos. Tillinger, kapufa! Üres tehát a kapu, de jön vissza. Áj, akartam mondani, jön vissza Sipeki, ehelyett láttunk egy rossz indítás Lajtostól. Herorsolyó ott a padon, Delirita mögött. És megint üres a Fehérvár kapuja, itt érkezik, itt fut be Kazai a képbe. Mendy, Vandelier. Visszajött közben Sipeki a kapuba, és dobnak egy gólt a jobb szélről. Egy nagyon szép támadás, Piedade, immár két gólos. Most stabilizálta ezt a két gólos előnyét a fehérvári csapat. Ember hátrányból dobálják a gólokat, azért ez nem rossz teljesítmény. Garbusz, Klikovac, Despotovics, Punkó kapja, szaggatottnál fölugrik, nem meri eldobni. Garbusz, szétnyílik a fal, ott a gól. Volt türelme végigjátszani a Debrecennek ezt a támadást, és a végén csak szétnyílt a fal. És ott Garbusz be is lépett. Tillinger. Györgyevszka. Piedade. Vandelier a szaggatottról beleblokkolnak a lövésbe. Így aztán Lajtosnak nem volt annyira nehéz dolga. Garbusz indít. Jezsikava. Ott a gól a túloldalon. És ez most fontos volt. Jezsikava eddig nem nagyon jeleskedett a gólszerzésben, ha jól számoltam, még csak az első találata, pedig ő a házi gólkirály, és ezzel egyenlít a Debrecen nagy nehezen, 5 perccel a vége előtt időkérés. Mégpedig a fehérváriaknál. Nagyon jó minden a védekezésben! Ez kicsit előrébb kell jönni a tízessel szembe, ott a csapda jó! De figyeljen a kló, mert középen van, a Jezsikava. Nem tudom, önök hallják az időkérést, én nem, de bízom benne, hogy önök igen. Punkó közben itt ez a gyönyörű labdája. Tehát a mérkőzés, kevesebb mint 5 perc van hátra az első fél időből, teljesen kiegyenlített a játék, és az eredmény is. Tillinger, Piedade, kiejtette Györgyevszka, el is veszik a labdát. Nézzük a gyors indítás, Klikovác elől, rálépett a vonalra. De valami mégiscsak történhetett, mert hogy visszakapja a labdát a Debrecen. Akkor szabad dobás.
Ježikava. Ott volt a középre futó ember. Klikovács könyökölt egyet. Fújnak egy belemenést. Anton Tisej szóvá teszi a játékvezetőnek, ő nem értett vele egyet. Vandelier. Szabadobás. Megtörténnek a cserék a fehérváriaknál. Jön Hajduk megint a szélre. Meg is kapja gyorsan a labdát, hogy ismerkedjen. Tillinger. Piedade. Hárman veszik körbe. Ráütnek a kezére. Piedádénak. Tillinger. Kazai elfut keresztbe. Vandelier nagyon szép védés Lajtostól. Maradhat a labda a fehérváriaknál. Tillinger. Esetleg tovább lehetett volna Lavkónak passzolni a labdát Piedá, de ott volt két emberrel a nyakán. Kapott egyet Garbuz a szemére. Meg is állítják a játékvezetők. Talán most már jobb. Vandelier. Piedade újabb gól. Immár a harmadik a braziltól. És ezzel megint a fehérváriak vezetnek. Nagyon szépen vált le. Isten, igazából azt nem tudom, hogy ez a két ember miért lépett ki róla, vagy legalábbis mind a ketten miért léptek ki róla. Ez egy rossz váltás volt. Ježikava, Punko. Despotovic. Ježikava. Varsányi, Punko jön, Klikovács a beálló. Ježikava gólhelyzetben be is dobja. Megint egy nagyon szép befutás. Zseniálisak ezek a labdák, és ugye az üres területre való befutások. Vandelier. Lavko. Vandelier ezúttal be. Ha jól számoltam, még csak az első gólja a szerb játékosnak. És van egy 2 perces kiállítás, Garbuzt küldik ki. Úgyhogy a félidő hátralévő részében és a második félidő elején ember hátrányban játszik a Debrecen. Visszamehet Vandelier. Hiszen ugye volt egy kiállítás a vele szemben történt szabálytalanság miatt, úgyhogy az ápolt játékos ilyenkor visszajöhet. Nincs könnyű dolga a Debrecennek az első félidő hajrájában. Punko. Szabad. Ježikava, Punko. Ez jó labda. Kelemen viszont kiejti, annyira azért nem pattogott a labda jól. Az elgondolás nem volt rossz. Nézzük akkor, hogy a Fehérvár tud esetleg még egy gólt szerezni. Mendy is bent a pályán. Fél perc van még hátra a fél időből. Mendy. Elveszíti a labdát a Fehérvár, de arra már nem nagyon lesz idő, hogy ebből egy épkézláb támadás összejöjjön. A végére még Despotovictól egy dobás. A lényeg az, hogy 15-14-re
az első félidőt követően vezet a Fehérvár, nagyon sokáig vezetett a Debrecen, 1-2 góllal, és aztán fordított az Albafehérvár, és most a szünetben 1 gólos előny oda. Persze. Itt pedig pillanatokon belül kezdődik a második félidő, amely úgy indul, hogy 33 másodpercig még tart ugye a kiállítás debreceni oldalon. Itt pedig Szakály Péterék, azaz a debreceni labdarúgó klub, akik kijöttek megnézni a debreceni kézislányok mérkőzését. Úgyhogy a focisták kint a csarnokban, és nyilván szurkolnak. Itt pedig a képernyőn az a Sipeki Flóra volt, aki remekül állt be ebbe a mérkőzésbe, 7 méterest fogott, és aztán bent ragadt a kapuban. Míg a Debrecennél Horváth Pásztor érkezik, tehát kapust váltanak, eddig Lajtos Nóra védte végig az első félidőt, most viszont érkezik tehát Horváth Pásztor Bettina, íme itt van ő is, nézzük, hogy vele mire megy majd a Debrecen, tehát 1 gólos fehérvári előny, és még emberelőnyben 33 másodpercig. Minden a helyén, és akkor kezdődhet a második félidő. Punko. Despotovics irányít most a Debrecennél. Érdekes, mert Varsányi állt föl a középkezdés ez a második félidőben, és amint elvégezték, abban a pillanatban lejött, és jött be a helyére Despotovics, akinél éppen ott van a labda. Punko. Kelemen. Mendi támasztotta meg a levegőben. Na most érkezik Varsányi, nála a labda. Kiegészült a Debrecen. Jezsikava. Mendi megint kilép a falból. Punko, nagyon szép a bejátszás, 7 méteres. Sirján Alexa Szederke. Az, aki befordult, és harcol ki egy 7 méteres, tehát Sirián Szederke. Nézzük akkor Csákit, aki az első félidőben már lőtt egy 7 méterest. Sipeki kijött a kapuból, hát ha ezzel megzavarja, de nem. Csáki Viktori ezzel 2 gólos, mind a 2 hetesből, és egyenlít a Debrecen. Vandelier, Lasco. Vandelier megnézte azért magának 9-ről, hogy át lehet-e lőni a falat. Tillinger. Vandelier, de
leadja még Piedad, de még egyel tovább, és kicsúszik a labda Kazajanit a kezei közül. Visszaveheti a vezetést a Debrecen, ha és amennyiben gólt tudnak dobni. Varsányi. Sirián kap szabad dobást. Deszkotovic végigviszi, és nagyon éles szögből lő. Kazai a kipattanó labda, inkább hátrafelé passzol. Piedade. Vandeli érkezét fogják meg. Próbálja lassítani a Debrecen a játékot. Tillinger, szép bejátszás, gól! Piedade. Ha már egyszer hozzákerül a labda, akkor nagyon nehéz vele bármit is kezdeni, emberrel együtt. Befordul, bedobja, megoldja. Munko a jobb átlövő, Jezsikába a bal átlövő most a debrecenieknél. Deszkotovic irányít továbbra is, Sirián a beállós. És Kelemen lent a szélen, a másik oldalon Varsányi. Deszkotovic. Kelemen ezúttal nem tudott belépni, át a másik oldalra, Varsányi teli belőtte Sipekit, ott a kipattanó, rálépett már, vagy belépett egészen pontosan a hatoson belülre Kelemen. Vandelier, szabad dobáska. Lafko, Mendy kéri el a labdát. Szerb játékos már, mint Vandelier leül, és jön helyette Tillinger. Lafko, passzív, maximum 6 passz innentől. Mendy, Lafko rosszul teszi tovább, és kint is volt a labda. A Fehérvár tehát nem tudja tovább növelni az előnyét. Megint itt az egyenlítési lehetőség a hazaiaknál. Garbuz, Deszkotovic tovább tudja még tenni. Punko, Garbuz, 7 méteres. Szépen vette észre a rést, és bátran betette oda magát, kockáztatta egy kicsit a sérülés veszélyt is itt. A térdével Lafko állta útját, teljesen jogos a 7 méteres, jön megint Csáki Viktória. Eddig 100%-os volt büntetőből, nézzük, hogy ezúttal Sipeki vagy Csáki nyeri a párbajt. És megint csak Csáki. Ez egy újabb egyenlítés a debrecenieknek. Ezúttal visszatáncolt a kapujából Sipeki. Ezzel sem tudta megzavarni a debreceni játékos. Lafko, Tillinger. Nem jó a bejátszás. Gyorsindítás nem nagyon van. Szétnézett ugyan Horváth Pásztor. Deszkotovic kapufát dob. És egy 2 perces kiállítás Mendyre. Tehát ember hátrányba kerül most az Alba Fehérvár. Ezt a faltot torolták meg az előnyszabály alkalmazása után. Mit mutatta is Anton Tisjei, be is fújta a bíró. Nyilván akkor örültek volna legjobban, hogyha nem kapufa lesz belőle, hanem gól, mert akkor már vezetne a Debrecen. Így ember hátrányban van most a Fehérvár, lehozták a kapusukat. Tillinger. Lafko. Szabad dobás. És ez is 2 perces kiállítás. Varsányit küldik ki. Ez most nem jött jól a Debrecennek. Csáki közben jön védekezésben. Tillinger. Természetesen visszahozták a kapusokat most a fehérváriak, hiszen létszámban egyenlőek most. Lafko. Passzív van. 2 passz mutatja a játékvezető.
Anton Tiseinek, aki itt van a kispad mellett, kiabál. Van Delier pedig közben nem törődik semmivel, hanem átdobja a falat. Willian Van Delier tehát egyből a szabad dobás után. És Anton Tisei pedig oda jön reklamálni a zsűriasztalhoz. Kap is egy sárga lapot, mert hogy még mindig mondja magáét. Még az előző passzív megítélésénél, közben elveszíti a labdát a Debrecen, miközben a kispad mellett is zajlanak az események. Hát kicsit széteső most ez az egész történet itt debreceni részről. Paszkó tovább, Piedade, Van Delier, Lafko. Ellövi messziről, és egy szép védés Horváth Pásztortól. 3 másodperc múlva kiegészül a Fehérvár, és most ők játszanak emberelőnyben mostantól. Mégpedig 45 másodpercig. Hát úgy tűnik, hogy ez egy végletekig kiélezett mérkőzés lesz, ahol csak a végjáték fog majd dönteni. Legalábbis minden jel erre mutat. Mendy majdnem elcsípte a labdát, de közben volt egy lökés bent. Jezsikava. Jezsikava a kapus lába között. Emberhátrányból egyenlít a Debrecen. Lafko, ő is bedobja. Ha már szétnyílnak előtte, akkor persze, hogy befejezi. Ő az első 5 gólos játékos a mérkőzésen. Most már nincsen kiállítás, mind a két csapat teljes létszámban. Bent a pályám. Garbusz. Jezsikava. Kelemen csak megnézik, de nem adják le. Jezsikava. Gól. Hiába rántották le menet közben, ezzel együtt bedobja. Kezd belejönni a gólgyártásba Jezsikava. És van is egy időkérés Deli Ritától. A fehérváriak tehát időt kérnek 8 perc, 10 másodperc után. Jezsikavát kell jobban levédeni, mondta elsősorban Deli Rita. És egy kicsit keményen erősebb védekezést kér Anton Tisei. Mendy. Tillinger. Ment óriási lögdösődés Piedade és a védők között. Oda is megy a játékvezető. Rendet tenni, Piedade kapott egy szabadot. Györgyevszka most a jobb átlövő a fehérváriaknál. Mendy, Györgyevszka, szép a bejátszás, Piedade se jobbra, se balra nem tud lefordulni, mert kőkeményen megfogta őt Punkó. Tillinger dob egy kapufát, és a Debreceni a labda. Ezek most fontos pillanatok lehetnek, hogy vajon ebből a 18-18-as egál helyzetből melyik csapat tud megindulni megint, és esetleg mondjuk egy 2 gólos előnyt szerezni. Jezsikava. Vagy esetleg a Debrecen újra át tudja venni a vezetést, ami utoljára az első fél időben volt. Ott a gól. Sirián Szederke. 2 gólos ezzel. Nem volt könnyű dolga, hogy befordult. Tillinger, Mendy, Györgyevszka,
Györgyevszka még. Oldalháló. Nem igazán volt az dobóhelyzet, főleg úgy, hogy kifelé terelték folyamatosan. Megint egy rossz indítás. Kelemen ment volna, de hosszú volt neki a labda. Rengeteg hibával játszanak most a csapatok, az az igazság. Mendy. Mandelier. Viszi, kap egy szabadot végül. Hosszú idő után nagy nehezen megint átvette a vezetést a Debrecen, és a játékvezető pedig Bandeliernek szól, hogy máskor ne ilyen teátrálisan jelezze, hogyha szabálytalankodnak vele szemben, ne színészkedjen pluszban. Jön Tillinger irányítani. Györgyevszka. Megállította Despotovic, Györgyevszka megint. Passzív van, Tillinger, le a szélre, ott nem tud belépni Lavko. Szabad. Garbus faltolt egyet. Mindenkinek mutatja az edző, hogy emeljék fel a kezüket, ne kapjanak már ilyen helyzetben gólt. Tud-e kettővel elmenni a Debrecen, ez most a kérdés. Garbus. Despotovic bedobja. Ha jól számoltam, ez az első gólja Despotovicnak, de nagyon fontos gól, hiszen megint kettővel megy a Debrecen. Egyelőre 6-3-ra nyeri a második félidőt a hazai csapat. Tehát mindössze 3 gól dobott a Fehérvár 11,5 perc alatt. Györgyevszka. Lavko. Györgyevszka, Tillinger, Mendy is kérné bent a labdát, szép átlövés, Györgyevszka, ő sem nagyon lendült még bele a játékba, az első góljánál tart még csak ő is. De ez egy nagyon fontos gól volt fehérvári szempontból nézve, hogy a kettőből egy legyen, és ne pedig 3. Ezért kellett a gól, hiszen könnyen lehet, hogy most a Debrecen gól dob. Garbus. Unko. Kifelé pattant a kapufáról. A bevetődő Sirián sem talált el a labdát. Györgyevszka. Györgyevszka még végigviszi, azonban nagyon szépen véd Horváth Pásztor. Ježikava. Le a szélre. Kelemen. Bedobja. Mégpedig becunderezi Kelemen Éva. Nagyon szép mozdulattal, ezzel 3 gólos, és megint 2 van közte. De szép volt. Ha most ezt a lélektani előnyt ki tudja használni a Debrecen, akkor megnyerheti ezt a mérkőzést. Arra gondolok, hogy 2-vel vezetnek, és sokkal jobban játszanak az második félidőben, mint a Fehérvár. Györgyevszka. Tillinger. 7 méteres. Sirián emeli a kezét, elismerve a szabálytalanságot. Jön tehát a 7 méteres. Itt a lehetősége a Fehérvárnak, hogy megint visszakapaszkodjon. És közben kapust cserél az Alba Fehérvár. Herr Orsolya jön vissza, miközben Tillinger dobja a 7 méteres. Horváth Pásztornak. Bedobja. Tehát a fehérváriaknál kapust csere. A sok bekapott gól miatt megnézi Deli Rita, hogy ezúttal Herr Orsolyának jobban megye. Ugye az első fél időben ő kezdett, de aztán lecserélte viszonylag hamar. Közben kijön nyitott védekezéssel az Alba Fehérvár. Lavko tulajdonképpen semmi más nem csinál, itt a képernyő alján lehet látni, mint Ježikavát kivonja a forgalomból. Deli Rita közben a képen, Ježikava továbbra is szoros emberfogás alatt és őrizetben, Kelemen. Újabb szabad dobás. Lerántották Siska Pálmát. Törölni kell a padlót. Mendy lépett ki rá, hát ellentmondás nem tűrően, maradjunk annyiban.
Jezsikava bele a blokkba. Maradhat a Debrecennél a labda, de hát ugye sok passz lehetőség nincsen, hiszen passzívban vannak. Ez most már így a Fehérváré. Györgyevszka kiejti a kezéből a labdát Bandelier, és ez így most már a Debreceni, megmutatja a bíró, hogy vissza kell vinni a labdát. Piedade de nem érti az ítéletet, Herr Orsolya pedig a kapuból tüzeli őket, hergeli őket, hogy védekezzék ki ezt a debreceni támadást. Despotovics. Hozza közelebb Csáki Viktória a labdát, kap egy szabadot. A debreceni szurkolók, akik fantasztikus hangulatot teremtenek. Jezsikava, Despotovics, Sirián, Jezsikava megint, és egy szép spárgázás közben Herr Orsolyától. Már belépett a debreceni játékos, tehát a Fehérvár jöhet. Itt a lehetőség az egyenlítésre a vendégeknek. Tillinger, még egyel tovább, Györgyevszka, és egy nagyon szép védés Horváth Pásztortól, nincs tehát egyenlítés. Despotovics, Jezsikava, közelebb viszi, szabad dobás. A földön fejezte be ezt a támadást is Jezsikava. Ezúttal Kazai volt, aki lerántotta őt, ez pedig még egyszer a Györgyevszka féle valóban kiszorított helyzetből való lövés. Időt kér Anton Tiszej, tehát a Debrecen. Óriási a rohanás, nagyon sok a hiba, nagyon sok a ki nem kényszerített hiba, a pontatlanság, amelyik csapat hamarabb megnyugszik és pontosabb lesz, az megnyerheti a meccset. Támadás variációkat mondta el Anton Tiszei. A kapus cserére hívta fel a figyelmet Delirítés, hogy ne lefelé lőjenek, hanem Hernek fölfelé bátrabban. Ott a gól. Mármint bocsánat, hogy Horváth Pásztornak Sirián Szederke lőtt egy gólt. Szóval, hogy vegyék észre, hogy Horváth Pásztor a kapuban, és máshova lőjenek neki a fehérváriak. Tillinger, Bandelier, Györgyevszka. Megint nála a labda, Lavko. Györgyevszka megpróbál visszafordulni vele, ráütött a kezére Despotovics. Egy szép átlövés gól, Bandelier eléggé lehetetlenre vállalkozott, legalábbis így első blikre úgy tűnt, a lehetetlen távolságból és formában lőtt el, és ezúttal Horváth Pásztor nem tudott védeni. Despotovics nem tudta már időben tovább tenni. Despotovics. Punko. Delirita mutatja, hogy lellépte a debreceni játékos, mert mint a játékvezetőnek mutatta. Jezsikava. Újabb szabad dobás.
Desfotovics végigviszi, bedobja. Megint kettővel vezet a Debrecen. Mindy már átverekedte magát, és kicsit könnyelműen lőtt el. Kettő gólos debreceni vezetésnél. Györgyevszka megfogta az induló Despotovicsot, hogy ne férjen hozzá a labdához. És Deli Rita magához vette a kis zöld táblácskát, amivel időt kell kérni. Gondolom, hogyha most kapnak egy gólt, akkor lesz három. Lehet, hogy még azt megvárja, ott van a kezében, és hogyha nem dobnak gólt a támadásból, akkor lehet, hogy időt fog kérni. Mert akkor az egál meccs, az megint elmegy hárommal. Ježikava. Ježikava még egy szép védés Herrorsolyától, aki fájdalmas arccal lent marad a védést követően. Időt megállítja az órát a játékvezető. De szerencsére nincs komolyabb baj. Úgyhogy egyelőre nem kell időt kérni, mert akár egy góra föl tud jönni a Fehérvár. Vandelier, Tillinger, Kazai elfut keresztbe, Lavko, Vandelier, és fölfelé lőnek most már Horváth Pásztornak. Despotovics Garbuzzal beszéltek meg valamit. Kelemem. Despotovics. Klikovács szépen fordult be. Nagyon jól mozog a falban Bobana Klikovács. És nagyon fontos pillanatokban lő gólt. Nem sokat játszik, ugye sérült volt, és csak éppen csak pár percre mindig beküldik, vagy egy-egy támadásra. Most védekezésben is bent van Klikovács. Vandelier. Tillinger. Lavko. Megnyílik előtte az út. És 7 méteres belülvédekezésért. Hiába védett nagyot Horváth Pásztor. Aki most lejön a pályáról, és jön vissza Lajtos Nóra, aki az első félidőt végigvédte a debrecenieknél, jön tehát a 7 méteresre Lajtos, és Tillinger fogja elvégezni a büntetőt. Kevesebb, mint 10 perc van hátra a meccsből. Nagyon fontos lenne a Fehérvárnak, hogy ne kettő maradjon közte ezután a hetes után. Be is dobja Tillinger. Aki ezzel szintén 5 gólos. Ugyanúgy, mint Lavko az Albafehérvárnál. És ez azt jelenti, hogy megint csak egy a különbség. Kelemen, Despotovics. Garbuz irányít most, aztán kihúzódik a szélre. Punko, Despotovics. Elindul befelé, be is dobja. Despotovics is nagyon fontos pillanatokban lő gólokat. Kazai. Lavko, kicsit rendezetlen még a Debrecen védelme. Mendy. Vandelier. Mendy. Klikovács állítja meg. Kőkeményen. Tillinger. Vandelier. Lavko. Most már jobban kilépnek Vandelier, nehogy fölmerüljön a fejében, hogy esetleg a szaglatotról eldobja. Ezek azok a megállító faltok, amelyeket kértek védekezésben. Lavko. Vandelier, és lábbal véd Lajtos. Hát ez fordulópont is lehet a mérkőzésen, ez a kihagyott fehérvári dobás. Ugyanis ha most a Debrecen góldob, akkor 3 góllal vezet, és kevesebb, mint 8 perc van már csak hátra. Úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy ez a támadás, ez hogyan alakul. Lesz-e 3 gólos hazai vezetés? Punko lesz. Egy passz csel, és végigviszi az akciót, 26-23.
időt is kérdeli Rita. Ő is érzi, hogy ez fordulópont. Egy előkészítetlen támadás, nem tudták jól helyzetet teremteni, és három gól. Tisztára visszapúl! Hát nem jönnek előrébb a kettesek! Így átjáróház! Mind a két oldalú! Megcseréltem direkt azért, hogy a kló legyen itt, és ott meg felmaradunk! Ugyanúgy, figyelj, kockáztatni kell! 8 perc van hátra, tessék előrébb jönni, visszamegyünk kettős emberfogásra, oké? Okay? Kimegy emberfogásra! Csive, oda Csive! Emberfogás, bunkorra, és itt a barátodra a Zsire! Gyerünk már! Visszatérnek tehát kettős emberfogásra a fehérváriak, hát ez az agresszív védekezés meg tudja zavarni a Debrecen. Ez a mérkőzés egyértelműen... Ne kapjanak könnyű gólt, és inkább csináljanak faltot, mondta Anton Tiszej. Szóval ez a mérkőzés az a Debrecen kezében van három gólos előnynél. Ezt azt hiszem, hogy nyugodtan ki lehet mondani 7,5 perccel a mérkőzés vége előtt. A Fehérvárnak az lehet a reménye, ha most gól dob. Ez a minimum, így kell elkezdeni a fölzárkózást. 7 méteres. Mendy harcolja ki. És akkor nézzük Tillingert Lajtossal szemben, hogy bedobja-e. Igen. Szóval itt kezdődik a fölzárkózás, hogy ez a hetes bent van, és most kettő a különbség. De a védekezés, ugye kijönne kettős emberfogásra, amit kér Deli Rita, hogy ezzel vajon mit kezd most a Debrecen. Ha gól dobnak, akkor nincs nagy gond, mert az idő ment, és megint három lehet közte. Kelemen nem tudja magát áthámozni. Hajdukom. Garbuz. Garbuz még. 7 méteres. Megvárták a bírók, hogy bemegye a kapuba, vagy sem. Garbuz nagyon rutinosan kiarcolt egy hetest. Herorsaja lemegy, jön Sipeki védeni majd. És a labda pedig szokás szerint Csáki Viktória kezében. Ha bedobja, akkor megint három a különbség. És gyakorlatilag eltelt egy perc az előző három gólhoz, három gólos különbséghez képest, tehát közelebb a győzelemhez a Debrecen. Bedobja! Minden 7 méteresét bedobta eddig Csáki Viktória. Herorsolya közben visszajön a fehérvári kapuba, és nem nagyon van már egyébként sok ideje szövögetni a támadásokat a Fehérvárnak, tehát azért viszonylag gyorsan kéne gólokat dobniuk. Mendy. Klikovác védekezik vele szemben. Mendy tovább, eladják a labdát, és gólhelyzetben Garbuz. Nézzük, hogy bedobja-e. Nem! Herorsolya megfogja, és ezzel életben tartja a fehérvári reményeket. Ha ez bemegy, akkor 4 gól, azt gondolom, eldőlt. Így 5,5-el a vége előtt. De nem dobta be, mert Herorsolya nagyot védett. Lavko. Lavko még. Ismét Klikovác védekezett jól. Nagyon hasznosan játszik Bobana Klikovác. Mandelier kap szabad dobást. Mennek közben az értékes másodpercek, ami mind-mind a Debrecennek jó. Egy védés! És nem tud közelebb jönni a Fehérvár. És most már csak 5 perc van hátra a mérkőzésből. Még inkább hangsúlyos, hogy ez a meccs most már a Debrecen kezében van. Hát ha bedobják, akkor 4 gól a különbség. Jezsi Kaba. Despotovics tovább. Ott a bejátszás, Klikovács bedobja. Bobana Klikovács 3 gólos. Mendy. Ha ebből a támadásból nem tud a Fehérvár gól dobni, akkor eldőlt. 4,5 perc van hátra már csak a mérkőzésből. Jön gyorsan vissza Tillinger, és Kelemen majdnem megszerezte a labdát, de maradhat a Fehérvárnál. De addig is mennek a másodpercek. Tillinger, Mendy. Mandelier. Tillinger.
Lavko próbál visszafordulni, megállítják őt. 4 percen belül vagyunk. Mindy. Eladják a labdát. Ahhoz képest, hogy a Fehérvár azért jobban kezdte, vagy jobban fejezte be az első fél időt, utána a Debrecen jobban kezdte a másodikat, és jött a fordulópont. Hosszú ideig döntetlen közeli volt az állás, aztán a Debrecen elment, és most már 4 gól, ami lehet 5 is, ami egyébként nem tükrözi hűen a két csapat közti különbséget, mert ennyi nincsen, ez egy végig egál meccs. A Fehérvár belefáradt egy picit, és nagyon sok pontatlanság volt a játékukban. Piedade. Vandelier. Na, de mekkora gólt lő! Ő is 5 gólos. Nyilván nem fogják elkapkodni most a támadást a hazaiak, hadd menjen az óra. Szépen végigjátszott támadás végén, ha eldobják és bemegy, az nekik tökéletesen megfelel. Despotovics. Jezsikava. Despotovics. Kelemen. Klikovac. Beleért még az egyik játékos, név szerint Lavko. Itt van. Jezsikava. Despotovics. Óriási gól. Jezsikava is 5 gólos, és ezzel eldőlt a mérkőzés. Én azt gondolom, talán most már ezt ki lehet jelenteni nagy biztonsággal. Lavko. És ugye nincs ideje most már a Fehérvárnak nagyon dajkálni a labdát, mert elkezdődik az utolsó 2 perc. Valami nagy csodának kéne történnie, de csodák azok ritkán történnek. Majdnem eladta a labdát most a Fehérvár, Hajduk még megmentette. Itt volt Delirita, hát ez már a veszett fejszenyele. Vandelier, Lavko, ez szép játék. Piedade bedobja ezzel, ő is 5 gólos, csak úgy, mint Tillinger és Lavko, valamint Vandelier a fehérváriaknál. Összességében azt tudom mondani, hogy a kevesebbet hibázó és a döntő pillanatokban jobban és pontosabban játszó Debrecen megérdemelten fogja megnyerni ezt a meccset. Jezsikava, Klikovac, Despotovics. A kapufa ezúttal nincsen a debreceniekkel, de igazából nincs is már jelentősége. Lavko. Vandelier a lábára ejti a labdát. Percen belül ott a gyorsindítás. Klikovac bedobja. Klikovac 4 gólos, és ő is remekül játszott ezen a mérkőzésen. Csak úgy, mint Jezsikava, a hibátlan büntetőző, Csáki, Sirián Szederke, Kelemen Éva, főleg az első fél időben, és hát Despotovics a másodikban fontos pillanatokban lőtt gólt. Közben egy 7 méteres. Jön Tillinger, aki hiába játszott remekül. És hiába lövőm még ezt a büntetőt is. És ezzel csapatának és a mezőnynek a legeredményesebb játékosává válik. Ez már csak szépség tapaszt. 30-27. Remek második félidőt produkált, vagy jobb másodikat a Debrecen, mint a Fehérvár. Ez döntött, ugye a szünetben még egyel vezetett a Fehérvár. És ebben a pillanatban véget is ér a találkozó. Egy nagyon küzdelmes mérkőzésen győzte tehát a Debrecen megérdemelten. A kritikus pillanatokban jobban játszottak, ezt el kell ismerni. Volt mind a két oldalon néhány egészen kiváló egyéni teljesítmény, de csapatszinten ma a Debrecen jobb volt. Úgyhogy felettették az európai kupabúcsút, és a Mosonmagyaróvár elleni vereséget, nem véletlenül táncolnak bent körbe a játékosok, és köszönik meg a szurkolóknak a biztatást, hogy azt mondták, hogy a lelkeknek, hogy a lelkeket nagyon megviselte a kupabúcsú, illetve ez a bizonyos Mosonmagyaróvári vereség.
és hogy hazai pályán mindenképpen szeretnének győzni. Azt kell, hogy mondjam, egyébként a Fehérvár is egy nagyon szép kulturált kézilabdát játszott. Kritikus pillanatokban nem tudtak újítani, vagy nem azt a megoldást választották talán, amit igazán kellett volna. De hát én csak azért mondom ezeket, és azért húzom az időt, hogy Tóth Bálint kollégámhoz odaérjen Deli Rita. Ha valaki, akkor ő természetesen nálam sokkal autentikusabb az értékelésben. Bálint, parancsolj! Hát nagyon sokszor láttam a második félidőben Deli Ritát ugrálni az oldalvonal mellett, és majdnem beszaladni, de a második félidőben inkább az idegesség miatt volt erre ok. Hol fordult meg ez a mérkőzés? Mert az első félidőben aztán irányított is a Fehérvár. Igen, hát nyilván egy meccs az mindig hullámzó. Az első félidőben azt gondolom, hogy minden sikerült, egy nagyon jó védekezés és egy rendkívül jó támadójáték. Ott egy picit megzavart minket a kapuscsere, nagyon sok olyan lövés született, aminek nem oda kellett volna történnie, illetve a védekezésünk nagyon felpuhult. Nyilván a kettes védőnk egy picit bemaradtak, és nagyon szabadon tudtak ránk jönni, és az egy-egyekbe sokkal dinamikusabban tudtak betörni. Én azt gondolom, hogy minden dicséretet megérdemelnek a lányok. Egy remek hangulatú, nagyon komoly rangadót játszottuk, tudtuk, hogy nem lesz nehéz, nem vagyok elkeseredve. Ha ilyen játékkal tudunk idegenben játszani, akkor biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb nyerni fogunk. Deli Ritának köszönöm szépen a gyors értékelést. Én nézek közben jobbra-balra, és Tillinger Tamarát szólítanám ide, aki ugye elhangzott a közvetítésben is, hogy a mezőny legeredményesebb játékosa lett, de hát a csapatod az végül vereséget szenvedett ma. Te hogy látod, miért itt Deli Rita azt mondta, hogy a második félidőben egy picit a védekezésetek felpúlt, lehet, hogy emiatt tudott a vezetés átfordulni a túloldalra. Te hogy láttad? Igen, én is úgy gondolom, hogy az első félidőben a támadójátékunkkal is elégedettek lehetünk, és a védekezésünk is nagyon masszív volt. Ez a második félidőben sajnos nem sikerült. Megpróbáltunk egy kettős emberfogást, középen jöttek az egy-egyek, sajnos nem tudtuk megállítani őket, nagyon sajnálom, mert szerettünk volna végre pontokat gyűjteni. Nem sikerült, sajnos készülünk az LHF-re. Mi az, amit oda ugye a nagymihályi mérkőzésre hétvégére ebből tovább lehet vinni, amit kifejezetten kiemelném, mint pozitívum, ne csak a negatívumokról beszéljünk? Mindenképpen az első félidő támadó játékát is, és a védekezést is. Ha ezt el tudjuk vinni nagymihályra, akkor nem lehet probléma, fel fogunk nagyon készülni, szeretnénk tovább jutni. Legyen így, köszönöm szépen az értékelést. Kedves nézőink, a szót átmenetileg visszaadom Knézi Jenőnek, mindjárt jönnek a debreceni értékelések is. Köszönöm szépen. Hát egészen fantasztikus és megható az az ünneplés, amelyben a Debrecen szurkolótábora részesíti a lányokat, akik ott állnak előttük, és együtt táncolnak, és énekelnek, és mi egyéb. Szóval egy fantasztikus hangulat, és valóban abszolút maximálisan egyetértek Deli Ritával abban, hogy ezen a mérkőzésen a Fehérvárnak az égvilágon semmiféle szégyelnivalója nem volt, mert kifejezetten jól játszottak. Néhány olyan pár perces periódus volt, amikor nem tudták megoldani mondjuk a támadást, vagy éppen a védekezést a második félidőben, de a nagymihályi mérkőzésre ez egészen biztosan, hogy kell, hogy önbizalmat adjon nekik, mert tényleg jól játszottak, és amit mondtam is, hogy azért az a 3-4-5 gól különbség nem feltétlenül adja vissza, hogy ennyi volt a különbség a két csapat között, de ahogy látom, Bálintnak megint van riportalanya. A debreceni ünnepülés közepéből sikerült előbb halászni Anton Tisztelyt. Összetett mérkőzés volt, ő hogyan látta ezt a találkozót. So first of all, congratulations, but it was a very different two period in the game. The first part was a bit crazy, but after the break, your team was so confident. What did you see? What was the turning point in the second half? But actually, situation is like this, that in last game, a lot of things happened around my team. No, last season, we were, let's say, nobody, and now this is the fifth game on the TV, no? Everything changed, and this disturbs our peace and our work, and also self-confidence. So in the
In the break, I told to the girls that they're playing really good, especially in attack, attack is really good, that we need to play a little bit more aggressive in defense, and then we need to believe in our work, and if we will play good defense, that we have a good chance to win. And in the second half, against our supporter was amazing, and I need to say also our management is amazing. So even in a difficult situation, everybody support us, and today it was again positive energy and atmosphere, and I think that's what the most important, because of this positive energy we won. Okay, thank you very much. Congratulations again. Gyorsan összefoglalva Anton Tiszai mondandóját, ugye azt elmondta, hogy az az ötödik tévés mérkőzés talán, amit játszik a csapata. Ugye az előző évhez képest sok minden megváltozott a csapat környékén. Például az is, hogy jobban odafigyelnek, jobban odafigyelünk a doki teljesítményre. Ez megzavarhatja kicsit a játékosok magabiztosságát, de azt elmondta a játékosoknak is, meg például a szünetben is, hogy jól támadtak, de egy jó védekezéssel lehet nyerni, és a szünet után hát ez is megváltozott, és ebben a nagyon pozitív energiájú környezetben, amit a szurkolók is teremtettek, meg a menedzsment is, csak jó eredmény születhetett, és hát így nyert a Loki. Kelemen Évát várom ide magam mellé, aki nagyon fineszes megoldásokkal is jelentkezett itt a szélen. Nem mindig volt olyan a mérkőzés, ahol belefért néha a flick-flak, de aztán a vége elég egyértelmű lett. Hogyan? Sziasztok, igen, nagyon nehéz mérkőzés volt, nem számítottam könnyebbre. Aki vagány bejött, aki határozott, úgyhogy örülök, hogy mindenki hozzátette azt, amit tudott. Az utóbbi időben elég mély gödörbe kerültünk, de úgy érzem, hogy kezdünk visszatérni az új útra, és ez nagyon jó, most, hogy nyertünk. Az első fél időben többször a szélről is, meg beállóból is eredményes volt a Debrecen, de aztán a második fél időre valahogy, mintha kívülről a lövések is jobban ültek volna. Mit alakítottatok, mit cseréltetek ott át? Igazából semmit, kihúztuk végül, ugyanazt játszottuk, mint az első fél időben, csak amit elsőnek lehúztak, aztán figyeltek a szélsőkre, és a lövők meg nagyon jól bevállalták, és belőtték. Úgyhogy így mindenki pont hozzátette. És annak lett az az eredménye. Köszönöm szépen az értékelésedet, hogy a Debrecen végül 30-27-re legyőzte az Alba Fehérvár csapatát. Ennyit a helyszínről. Köszönjük a figyelmüket innen.